ezen gyereki. Nem biztos ez túléli. Jó, egy kicsi jég. Annyira nem hüttő-hüttőn. Csak ilyen borkanyos hideg vizet egy kicsit a képemhez ide teszek. Lázam van. Nem volt lázam. Az első két nap, két-három napban. Ugye hétfőn volt délután a műtét. A csütörtök este van most fél tíz. Ja. Elfogott a láz. Próbálja a testeme rendbe szedni magát. Ezt akarom, tudod, oda se tudom tenni az arcomba ízét. Nyilag borotválkozok médiumbe. Meleg is van, mint a dög. Két ventilátor fújja rám a levegőt. Nem elég hozzá, ez közben egy-egy szúnyog ugye az ajtónyitásokkal bén. És ilyenkor este kezdnek el jönni. Sípik a lábamot. És még az se elég. Kint üvőt ordít egy nagy varangyos béka pont itt az ablak alatt. Be kellett az ablakot, hogy csukja. Pont a fejemre fújt el. Ja. Na, tehát ebből szedegettem. Hétfőn este egyet vettem be az ibuprofénből. 200 mg-os. Ez jó lázcsillapítónak is tulajdonképpen. Fájdalomcsillapítós lázcsillapító. De nem akarok sokat szedni, de az utóbbi két napban napi kettőt bevettem, egyet reggel, egyet este. Mert fáj, fáj még itt a hája. Egy egyszer fáj az állkapcsom, az állcsontom a furástól, faragástól, vágástól. És akkor ugye fáj az ínyám a felvágástól, meg összevarrástól, meg mindenféle erőszakolástól. Akkor az egész egy kicsit a torkomra is lement. Mikor nyelek, akkor bal oldalán egy kicsit a torkom is fáj. És akkor feláramlik egy kicsit a fejembe, és itt a bal oldala fáj egy kicsit az egész fejemnek. Na mindegy, ki kell leszavárni. Nem is voltam jó semminek. Az utóbbi három napba kátszél, de csütörtök. Hát azt csináltam itt számítógépen, valamiket bütykölök, de... De annyi, úgyhogy a héten fizikai munka nem lesz. Úgyhogy eddig is kevés volt a pénz, még most még kevesebb lesz. Na, de nem baj, ilyen is van. Kicsi szünetet veszem. Vakáción vagyok, gyerekek. Úgyhogy... Ja, ez a szabadságom a vakáción most. Ugye amúgy van elég vakáció, mikor akarok, akkor megyek vakációra. De ja, érdekes megtapasztalni ezt az implantos dolgot. Nem kellemes, de mit tud csinálni. Pedig már jobban éreztem magam, de
Kezdtem öblíteni is azzal a szarral, amit kivettem. Nem akartam előbb, de mondom. Mondom, aztán jobb, ha előbb úgy vatával próbáltam, ahogy mondta a doktornő, de hát az úgy szart se ég. Úgyhogy veszek egy kis kortyot, iszok. Nem iszok, hanem csak beveszem a pofámba, a bal oldalán. Kicsit megfröcskölöm egy 20-30 másodpercig, és akkor kiköpöm. Na, azt írja, hogy ja. Étel után lefekvés előtt. Bla bla bla. Azt mondja, ne öblíts vízzel, miután használhatod. Egyből ne öblíts vízzel. De most érzékeny lett, azt hiszem ettől lett érzékeny a az ínyem. Első nap nem volt érzékeny, de első nap nem használtam, csak a nap végén. És utolsó két nap használtam, és nem tudom attól, de kezdett az ínyem érzékenye lenni. Na mindegy, gyógyulok alá, az azt jelenti, hogy dolgozik a szervezetem. Úgyhogy héten csak óvatosan pihengetünk meg egy kicsit itt. Az körül teszek, veszek semmi kemény munka. Lát csinálok egy kicsi fűnyírás hónap. Ma nem esett az eső. Ugye tegnap csináltam videót, mutattam, hogy apad a víz. Tehát délután lett egy eső, egy ilyen 20 perc se, úgyhogy megint lett egy centi eső. De ma megint visszahúzódott. Úgyhogy ma nem esett, úgyhogy hónap egyet tudok fűnyírózni, egy kicsit a házból mozduljak ki. Hát kimozdultam a napokból, ugye, mert vidreket ki kell vinni, meg mócsot kell hozni, meg azt kell csinálni, szemetet kivinni, mert pisírni kimentem, meg ilyesmit, hogy kimozdulok a házból, de nem fog semmi. Ugye kicsit le is vagyok gyengülve, mert nehezen tudok enni. Szájmat még nem tudom jól kitartani. Ki tudom, de amikor rágni kell, akkor kicsit kellemetlen. Úgyhogy nem tudok elég eleget enni, mert nem miatt, hogy érzékeny az ínyem, meg kellem, nehezen rásik az evés. Mit tudom én. Úgyhogy egy kicsit az energia szinten leesett most. Ja, most 4-5000 kalória helyett csak 3000-re teszek. Nem elég semmire. Nem tudom a fogyókúrán az emberekkel, hogy tudnak élni. Nem tudnak semmit se csinálni. 2000 kalóriák, most 1500-an, 1200-an. Na jó. Csak ennyi kicsi vlogot akartam csinálni így lefekvés előtt. Nem volt kedvem napközben videózni, meg el voltam foglalva a izével, a szerveremre installáltam ott a dolgokat se. Próbálom berúgni ezt a pólós üzletet. Csomót tököltem, de alakulnak a dolgok, remélem a napokban meg lesz. Ki akarom használni most ezt a pár napot, amíg így pihenek, s itthon vagyok, hogy haladjak valamit a számítógépessel dolgaimmal. Na. Ugye
ennyi gyerekek nincs, többet nincs is kedvem beszélni. Ah. Ha nem jelentkezik egy hétig, akkor azt jelenti, hogy nem étem túl. Olyan könnyen nem, mert nem viszen el az itt két fogbefúrás. De ilyenkor tudom értékelni igazán az egészséget. Mikor beteg vagy milyen szó. Nem tud csinálni semmit. Csak az jár az eszedbe, hogy jó, hogy meggyógyulna. Úgyhogy ezért érdemes egészséges életmódot élni, gyerekek. Mert semmi se olyan ízletes. Se a szalonna, se a kóbasz. Minden milyen jó érzés, mikor jól érzed magad, és egészséges vagy. Amikor majd cirrózis lesz, zsírmájad lesz, és cukorbeteg leszel, és végbélrákod lesz, akkor már késő lesz. Akkor sopánkodhatsz, hogy jaj, bár leszálltam volna a dögevésről. De akkor már késő lesz. Úgyhogy beszélgetek itt ott emberekkel, az életben is, meg interneten is. És mondják, hogy ők nem szoknak le soha. Oké, nem kell, leszokjatok. Csak vállaljátok a felelősséget érte. A számlát hozzák, előbb vagy utóbb a számla az jön. Kinek élelmeszesedés, szívbetegség, ilyen rák, olyan rák, cukorbetegség, Alzheimer, dögevéshoz küldi a számlát, nem marad el. És akkor szomorú lesz az élet. Na, de ez van. Rengeteg ember felmérésekben azt válaszolta, hogy inkább meghalna, mint hogy megváltoztassa az étrendit, meg az életvitelit. Úgyhogy ez van. Csak akkor fizessen és érte az ember, és ne a társadalomra legyen szétoszva a költsége a rossz döntéseidnek, mert tudjuk mindenki, hogy egy bypass milyen sok pénzbe kerül, és most az egészséges emberek is fizetik a bypass-et, ugye már a költségek, úgy van a rendszer megcsinálva, hogy de hogyha meg kéne fizesd az árat, az igazi árat a dögevésnek, akkor hamar leszoknál róla, mert erre menne a házad, az autót, minden pénzed egy bypass-re, mikor a koleszterint az elejétből ki kell vakarni, az ereket kicserélni. Úgyhogy akkor talán meggondolnak az emberek, mikor 20 évi megtakarítás lemenne a WC-n egy ilyen műtét után. De már kezdték már a vegetariánusoknak és vegánoknak olcsóbb a biztosítás helyenként Angliában, hallottam, hogy ezt már csinálják. Vegán vagy kevesebbet kell fizess. Úgyhogy ezek az ösztönzések.